idősügyi nappali ellátó. Több mint 560 millió forintból épül két intézmény is, az egyik Nyíregyházán, a másik pedig Nyírszőlősben. Megújult a Szőlőskerti Kollégium. Több mint 76 millió forintos Európai Uniós támogatásból fejlesztették a nyírszőlősi intézményt. Szemléletformálás a gyermekek körében. Vásáros Namény az elmúlt években közel 1 milliárd forintot nyert energiahatékonysági fejlesztésekre. Több mint 560 millió forintból épül nappali idősügyi ellátószolgálat Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A fejlesztés célja, hogy tovább javítsa a megyeszékhelyi szociális ellátórendszerét, kifejezetten az idősekkel kapcsolatban, de Nyíregyháza mellett Nyírszőlősben is egy hasonló beruházás van folyamatban. Készül az alapozása annak az idősügyi nappali ellátónak, amelyet Nyíregyházan az Őz utcán építenek. Egy meglévő ingatlant bontottak vissza, és annak a helyére tervezték a kétszintes, energetikailag és kialakításában is modern és fenntartható intézményt. Idősügyi nappali ellátó szolgáltató házat építünk itt, illetve egy másik helyen, Nyírszőlősben, a Kollégium utcán is. Ez egy nagyon fontos beruházás, tovább javítja a szociális ellátórendszerüket kifejezetten az idősek szempontjából, az idősügyi ellátás szempontjából, de örömmel mondhatom, hogy nem egyedi ez a beruházás, hiszen csak az elmúlt évben átadtuk a Vécsei utcán a Szociális Gondozóközpontnak szintén egy idősügyi nappali központ felújítását, a Gyermekjóléti Központnál pedig a Körte utcán és a Május 1 téren két szintén felújított rendszert, két épületet. A polgármester az épület alapkőletételén elmondta, az infrastruktúra lehetőséget ad arra, hogy a város ellátórendszere fejlődjön, és több okból is kiemelkedően fontos az idősügyi szolgáltatások fejlesztése. Nem csak azért, mert több mint 570 millió forintot tudunk rá fordítani, és ebből csak 10 millió forint az önkormányzat, többi nyertes pályázati forrásból adódik, hanem azért is, mert a szakmai háttér is nagyon jó, az is folyamatosan fejlődik, több mint 540 dolgozója van a szociális ellátó rendszernek, ami elsősorban nyíregyháziakat, de térségi agglomerációs feladatokat is ellát, tehát még megyeszékhely vagyunk, egy központ is, és én azt remélem, hogy ezt a most is magas színvonalat tovább tudjuk javítani, illetve a jövőben fenntarthatóvá tenni. Kovács Ferenc hozzátette, a munkálatok jó ütemben zajlanak mindkét helyszínen, és a tervek szerint még idén át fogják adni az épületeket. Több mint 76 millió forintos Európai Uniós támogatásból újult meg az idén 55 éves Szőlőskerti Kollégium Nyíregyházán. Ez az egyetlen kollégium Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol lehetőség van általános iskoláskorú gyerekek ellátására. A vissza nem térítendő támogatásból átfestették a belső tereket, és új kollégiumi bútorokat használhat az intézmény 55 lakója. Ez a fiú szárny egyik hálója a Szőlőskerti Kollégiumban Nyírszőlősön, de a lányok is hasonló, négy ágyas szobákban tölthetik az éjszakákat. Jelenleg 55 lakója, három tanuló csoportja van az intézménynek, a legfiatalabb 7, a legidősebb lakó 18 éves. Ez a létszám azonban 80 főig bővíthető, ezért még várják a 2019-2020-as tanévre jelentkező tanulókat. De nem csak az iskolásoknak nyújt segítséget a kollégium, pár éve a turizmusba is bekapcsolódtak. Tavaly például fiatalokból álló szerb és lengyel röplabda csapat is megszállt itt. A testvérváros, Gorlice, onnan jönnek gyerekek és felnőttek a nyári szünetben. Itt töltik a szabadságukat, illetve az iskola idő alatt, mint most is pünköskor érkeznek, akkor gyerekekkel együtt a csoportok. Tehát gyakorlatilag nyári vakáció vagy nyári szabadság alkalmával, illetve a téli szünetben, természetesen egyeztetve a kollégium lakóival, ott Gorlicén is más a téli szünet például. A fenntartó nyíregyházi tankerületi központ köze 77 millió forint uniós támogatást nyerte az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastruktúrális fejlesztése című pályázaton.
Ennek köszönhetően kicserélték a régi földszintes épületrész elavult tetőhéjazatát. Megvalósult a homlokzati nyílászárók cseréje, két bejárat akadálymentesítése, teljes belső festés, illetve kollégiumi bútorokat is beszereztek. Komfortosabbak lettek a lakószobák és a közösségi tanulásra alkalmas helyiségek. A beruházás elsődleges célja, hogy megteremtsék a kollégium lakói számára a hatékony tanulás eszköz és feltételrendszerét. A következő tanévben szakmákat előkészítő, motiváló műhelyeket is kialakítanak majd, hogy könnyebbé tegyék a pályaválasztást a fiatalok számára. A következő tanévre tervezem ennek a műhelynek a beindítását, felfedezését. Itt tényleg még olyan nyers állapotban van ez a helyiség, de csodának, aranybányának tartom. És az a tervem, hogy szeptembertől külön csoportokban olyan foglalkozásokat fogunk beindítani, amelyek már az asztalos, ács, állványozó szakmákat előkészíti. Ráhangolja, motiválja a gyerekeket ennek a feladatnak az elvégzéséhez. A tankonyha már működik, itt a szakács, a cukrász, de a pincér szakmák alapjait is elsajátíthatják a tanulók. Emellett kézműveskedhetnek, sportolhatnak, de részt vehetnek mese- és filmklubokon is a diákok. A felügyeletükről, nevelésükről pedig empatikus készséggel rendelkező pedagógusok gondoskodnak, akik a családok és gyerekek kultúrájának tiszteletben tartása mellett multikulturális programon alapuló nevelésben részesítik a gyerekeket. Hárman meghaltak abban a balesetben, amely kedreggel történt a 4-es főúton a székelyi elágazásnál. A polisz.hu információi szerint egy tehergépkocsi szerelvény nekiütközött egy előtte lekanyarodni szándékozó kisbusznak, amely ennek következtében egy személygépkocsinak csapódott. A kisbusz utasai közül veszítették életüket hárman, további két ember életveszélyes, egy súlyos, kettő pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították. A fiatal korosztály a legfogékonyabb a szemléletformáló programokra, ezért is hirdettek számukra rajzpályázatot az energiahatékonyság témakörében. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei önkormányzat és Vásárosnamény település közösen nyert egy pályázatot a környezet és energiahatékonysági operatív programban, ennek része volt a rajzverseny. A szabolcsi település az elmúlt években közel 1 milliárd forintot nyert energiahatékonysági fejlesztésekre. Ezeken a rajzokon az látszik, hogy a Szabolcs megyei gyerekek számára mit jelent az energiatakarékosság, hogyan lehet véleményük szerint élhetőbbé tenni a földet. Az óvodás és általános iskolás korú gyerekek számára hirdetett rajzversenyre a vártnál is több pályázat érkezett. Ezeket a Magyar Természetnapja alkalmából mutatták be a megyeházán. Meg kell hagyni a bolygónkat olyannak, amilyen eddig is volt, hogy őket is tudja megfelelően szolgálni, mindazzal, amire szükség van az életükhöz, a céljaik megvalósításához. És ugye egy nagyon fontos dolog, ez a pályázat, aminek keretében erre sor kerül, az energiahatékonyságról szól. Tehát, hogyha az energiát jobban használjuk, azaz azt jelenti, hogy a gyerek is tudja, hogyha adott egységi kilométert kevesebb energiával, kevesebb benzinnel vagy elektromos árammal teszünk meg, az azt jelenti, hogy kevesebb üvegházhatású gázt bocsájtunk ki, és akkor az időjárás is talán sokkal jobb lesz. És ezt ők rajzokban fejezték ki, és hogy megnéztem a rajzokat, nagyon érzik, hogy miről van szó, és én arra szeretném majd felhívni a figyelmüket, hogy ezt az érzést, hogy a föld nagyon fontos, ezt majd felnőtt korukra is őrizzék meg, mert csak akkor fog működni a dolog. Vásárosnamény konzorciumi partnerként vett részt a projektben. A település polgármestere kiemelte, azért is fontos a rendezvény, mert segíti a gyerekeket nyitottá tenni a szemléletformálásra. Vásárosnamény az elmúlt években az energiahatékonyság érdekében több forrásra is pályázott. Nagy szerencsénkre és odafigyelésünkre pályáztunk több területen is, ugye? A lényeg az, hogy a topos pályázatokon belül 3-2-1-es és 3-2-2-es területre is pályáztunk. A 3-2-2 belül talajszondás hőszivattyú beépítésére került sor több intézményünknél, illetve napelemes rendszerek kiépítésére. Ugyanakkor a 3-2-1-eseken belül három területre, három intézményre pályáztunk, mintegy 700 millió forintos nagyságrendben. Ezen projektek keretében megvalósulnak a hőszigetelések, a nyílászáró cserék,
illetve a napelemes rendszerek kiépítései. Ez azt jelenti, hogy összességében több mint 1 milliárd forintot sikerül pályázati forrásból arra fordítanunk, amely kapcsán a szemletet tudjuk formálni, az odafigyelést tudjuk növelni a lakosság körében, és azáltal odafigyelünk persze a legkisebbekre is. Az óvodás és általános iskolás korosztály a legfogékonyabb réteg a szemléletformáló rendezvényekre. Ennek eredménye, hogy számukra az energiahatékonyság a mindennapjaik részévé válik felnőtt korban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat a másik konzorciumi partnere a környezet és energiahatékonysági operatív program pályázatának. Ez az esemény az egyik fontos esemény ennek a projektnek. Nagyon nagy volt az érdeklődés a iskolák, intézmények, gyermekek részéről. Őszintén szóval nem is gondoltuk, hogy ilyen sok szép pályamű érkezik. És aztán az OARD napi sokadalomban, vásárosnaményban van nagyon sok ember megfordul, több ezer ember megfordul. Ott egy kitelepülést fogunk végrehajtani, azt tervezzük, és ott közvetlenül is felhívjuk az emberek figyelmét ezeknek a szempontoknak a fontosságára. Elsősorban energiahatékonyságra, de más környezetvédelmi ügyekkel is foglalkozunk, hulladék elhelyezéssel és más egyéb fontos kérdésekkel. A felhívásra érkezett legszebb pályaműveket díjazták is a megyeházi rendezvényen. Feltételes szabadságra bocsájthatják a 2006-os olasz-liszkai lincselés 17 év szabadságvesztéssel sújtott egykori elsőrendű vádlottját. Erről döntött a szegedi törvényszék büntetés végrehajtási bírája. Az indoklás szerint a férfi a börtönben kifogástalan magatartást tanúsított, különböző címen 53 jutalmat is kiérdemelt, érvényben lévő fenyítése nincs. A végzés ellen az ügyész fellebbezett, így a döntés nem végleges. Tizennégy sportág képviseletében 45 sportoló részesült önkormányzati támogatásban 2019-ben Nyíregyházán. A sport ösztöndíjat az olimpiai sportágakban, országos bajnokságon dobogós helyen végzők, valamint a világversenyeken első 8 hely valamelyikét megszerző versenyzők kapják meg. Az érintetteket kedden köszöntötték a Continental Arénában. A kosárlabdázó Sitku Márton, a magasugró Bakosi Péter, az ökölvívó Kovács Rihárd és a golfozó Závacki Bálint is ott volt a Continental Arénában, ahol Nyíregyháza ez évi sport ösztöndíjasait köszöntötték. A 9 millió forintos keretet azok között osztották szét, akik egyéni vagy csapatsportágban a magyar bajnokságban az első 3 hely valamelyikén végeztek, vagy világversenyen a legjobb 8 közé kerültek. 45 ilyen sportoló van az idén 14 sportágban, ez nagyon jó, én annak örülnék, ha még több is lenne, és ezen kívül még van egy 8 millió forintos támogatási keretünk, a jelenleg 6 olimpiai keret tagnak, akiknek az olimpiáról felkészítését is szeretnénk segíteni. Hogy miért támogatjuk? Én azt gondolom, hogy több oka is van ennek. Egyrészt ők Nyíregyháza hírnevét is viszik, tehát ezek bizonyos szempontból nyíregyházi sportolók eredménye is. Másrészt szükség is van erre a támogatásra. Harmadrészt pedig én azt remélem, hogy az ösztönzőleg hat példaértékkel bír a saját korosztályokon, hiszen ezek a sportolók jellemzően fiatalok. Tehát ez a teljesítmény, ez az akaraterő, ez a kitartás, ez a szint, amit ők elérnek, annak örülnökhez példaértékű is lenne. A paralimpiai kerettag Tarjányi István éjjel ért haza São Paulóból, ahol a kardvilágkupa versenyen a későbbi győztes olasz Sarritól vereséghez szenvedve végzett az 5. helyen, közelebb kerülve Tokióhoz. Most értem haza, kicsit fáradt is vagyok, nagyon jól sikerült a verseny, szerencsére bekerültem a 8-ba kard versenyszámban, aminek nagyon örülök, mert a 8-ba már otthon valaki, az már nagyon jó, ugyanis nagyon erős a mezőny, úgyhogy ennek nagyon örülök. Mindig csípegetem így a 8-akat, márciusban sikerült bronzérmet szereznem Pízában, úgyhogy az megint nagyon jó eredmény, és jelenleg ott vagyok a topban. Tarjányi István július közepén Poznanban indul világkupa versenyen, majd következik a dél-koreai világbajnokság. A szezont egy amszterdami világkupa viadal zárja majd Pákai Béla tanítványa számára. A 7. helyen fejezte be a bajnokságot az MB2 északkeleti csoportjában a Kölcsey Díjese. Hadobás István együttese 6 győzelem mellett 12-szer szenvedett vereséget. Az ifjúsági csapat a 2. helyen zárta a szezont.
28. NB-s idényét fejezte be a Máté Szalkától hazai pályán elszenvedett 36-34-es vereséggel a költségdíjese. Az örökös edző Hadobás István által irányított együttes a bajnokság előtt célként a mezőny első felébe kerülést tűzte ki, a szezon közben történtek azonban felülírták az elképzeléseket. Az edző sérülések miatt sorra veszítette a kulcsembereit, így bár a kiesés réme egyszer sem fenyegette a csapatot, végül 6 győzelemmel és 12 vereséggel a 7. helyen zárta a bajnokságot a költségdíjese. Olyan embereink sérültek meg a kezdőcsapatból 5-en, amit én azt gondolom, hogy nálunk erősebb csapat sem tudta volna hát minőség eredmény romlása nélkül átvészelni. Elég, ha csak arra utalok, hogy Gyimesi Lola hátsó kereszt szallag szakadása miatt nem tudott játszani, Márkus Gizit kezével műtötték, egyetlen másodpercet nem tudott játszani, Tilki Andi egészségügyi problémák miatt nem állt rendelkezésre, Katona Krisztinek fájt a keze, a dereka, Kelemen Grétának a dereka, a végén Tóth Gréta, aki 16 évesen a felnőtt csapat irányítója lett, térfizamot szenvedett, és hát sorolhatnám még tovább, tehát ezek mind-mind olyan meghatározó emberek, akik nélkül nem igazán Kölcsei a Kölcsei, de én azt gondolom, hogy reális az eredmény egyrészt, másrészt pedig, ha hozzáveszünk ehhez az ifi második helyünket, és azt, hogy végig harcban álltunk az aranyéremért is, én azt gondolom, hogy ez teljesen reális ez az eredmény. A szakember szerint a 10 csapatos északkeleti csoport mezőnye az elejét és a végét leszámítva kiegyenlített volt az elmúlt szezonban. Most volt, azt gondolom, egy nagyon kiemelkedő csapat, a Füzesabony, akik végül is utcahosszal nyerték a bajnokságot. Volt egy nagyon gyenge csapat, a Alsó-Zsolcai Szepa. A többiek viszont oda-vissza bárkit megverhetett volna. Nekünk is voltak meglepően szoros mérkőzéseink, például a Füzesabony elleni két meccsünkre utalok, Böszörmény elleni meccsünkre, Debrecenben nagyon jól játszottunk. És nem akarom még tovább sorolni, vagy a Vitkát említsük meg, a megyei rangadón kicsi hiányzott hozzá, hogy a végjátékban nem tudtuk idegenben megverni őket. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon erős mezőny volt, reális a helyezésünk. A Kölcsei ifjúsági csapata a második helyet szerezte meg a bajnokságban. Hadobás István június végéig tart edzés tanítványainak, majd azt követően megy pihenőre a Kölcsei díjese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Több mint 560 millió forintból épül nappali idősügyi ellátószolgálat Nyíregyházán. A fejlesztés célja, hogy tovább javítsa a megyeszékhely szociális ellátórendszerét, kifejezetten az idősekkel kapcsolatosan, de Nyíregyháza mellett Nyírszőlősben is egy hasonló beruházás van folyamatban. A munkálatok jó ütemben zajlanak mindkét helyszínen, és a tervek szerint még idén át fogják adni az épületeket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kizárólag a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és általános iskola rendelkezik olyan kollégiummal, ahol lehetőség van általános iskolás korú gyermekek ellátására. Ez Nyírszőlősön a Kollégium utcán működik 55 éve, amely nemrég egy visszanemtérítendő több mint 76 millió forintos Európai Uniós támogatásnak köszönhetően nagyobb felújításon esett át. Ez tartalmazta a homlokzati nyílászárók cseréjét, két bejárat akadálymentesítését, teljes belső festést és az új bútorok beszerzését is. A fiatal korosztály a legfogékonyabb a szemléletformáló programokra, ezért is hirdettek számukra rajzpályázatot az energiahatékonyság témakörében. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és Vásárosnamény közösen nyert egy pályázatot a környezet és energiahatékonysági operatív programban. Ennek volt része a rajzverseny. A település az elmúlt években pedig közel 1 milliárd forintot nyert energiahatékonysági fejlesztésekre. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 28-án, kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Kedden délután erőteljes komoly felhőképződés várható, majd estétől csökken a felhőzet. Többfelé zápor előfordulhat, szorványosan zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 16 fok között alakul.
Szerdán felhős idő valószínű, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Többfelé zápor előfordulhat, szorványosan zivatar is kialakulhat, melyek környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 25 fok között várható. A következő napokban is marad a változékony időjárás. Több alkalommal számíthatunk esőre, záporokra, zivatarokra. Főként a nyugati tájakon átmenetileg több fokkal visszaesik a hőmérséklet, majd a hétvégére erősödik a nappali felmelegedés mértéke.